November 12. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Az igazság elfogadása gyökeres változást eredményez az ember életében és jellemében. A vallás annyit jelent, hogy Krisztus a szívbe költözött, és ahol ő van, ott az ember lelki változáson megy át, növekedik a kegyelemben, és halad a tökéletesség felé. Az igazság hatása az érzelmekre nem igazi bizonyítéka annak, hogy keresztény vagy. A kérdés az, hogy növekedsz-e Krisztusban. Jézus kegyelme megmutatkozik-e az életedben? Isten a kegyelmében részesíti az embert, aki ennek nyomán még több kegyelemre vágyik. Ez szüntelenül munkálkodik az emberi szívben. Ha valaki befogadja ezt a kegyelmet, annak életében és jellemében ez megmutatkozik. Jézus kegyelme mindig befolyást gyakorol a lelki életre, és növekedést eredményez. Nem látjuk a virág növekedését, mégis bizonyosak vagyunk felőle. Ugyanígy tudnunk kell saját lelki erőnk és növekedésünk meglétéről. A keresztényi kegyelem és tapasztalat lényege a Krisztusba vetett hit, valamint Istennek és földünkre küldött fiának megismerése. Ezen a ponton azonban sokan elbuknak, mert hiányzik belőlük az Istenbe vetett hit. Ahelyett, hogy részesülni kívánnának Krisztus önmegtagadó és alázatos életében, ők szüntelenül az énjüket kívánják uralomra juttatni. Ha úgy szeretnétek őt, ahogyan ő szeret titeket, akkor nem utasítanátok vissza az Isten fiának szenvedéseiben való részesülést. Amikor Krisztus megaláztatásáról elmélkedünk, önmegtagadó és önfeláldozó életére tekintünk, csodálkozással tölt el bennünket a bűnös emberért megnyilvánuló isteni szeretet. Amikor a Krisztus nevéért megalázó megpróbáltatásokon kell keresztül mennünk, akkor, ha a Krisztuséhoz hasonló indulat van bennünk, szelídséggel fogjuk elhordozni azokat, nem ütve vissza a sérelmekre, és nem szállva harcba a minket ért gonoszság miatt. A Krisztusban lakozó lelkület nyilatkozik meg bennünk. Vegyük magunkra Krisztus igáját. Dolgozzunk úgy, ahogyan ő dolgozott az elveszettek megmentéséért. Akik részt vállalnak szenvedéseiben, dicsőségében is részesülni fognak majd.